A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben. Hát ugye érdekes híreket láthattak azok, akik az öttusát követik, meg az olimpiai sportszámokat. A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa 1912 óta szerepel az ötkarikás játékok programjában. Most azonban úgy tűnik, hogy a lovaglás kikerül ebből az egészből. Kálnoki Kis Attila, a 24.hu sportrovat vezetője, világbajnok öttusázó van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Hát azzal viccelődtünk, hogy majd akkor ezt a Monty Pythonos módon oldják meg a sportolók, de hát egészen elképesztő hír. Hát a cikke címéből ítélve ez egyáltalán nem vicces, sőt, az öttusa meghalt, élt 112 évet, írtad. Szóval te nagyon ki vagy borulva ezek szerint ezen. Egyrészt abszolút, mert nyilván én nekem érzelmi kötődésem van ahhoz az öttusához, amit én műveltem, és hozzáteszem, én az ötnapost, a négynapost, a háromnapost, a kétnapost, az egynapost mindent csináltam. Még légpisztollyal is lőttem. A lézerránt már abból már kiöregettem, azt én nem éltem meg. De tulajdonképpen azokon a változásokon, ami az öttusa átment 1993 óta, azok közül mondjuk a háromnegyedét átéltem. És azt mondom, hogy az még egészen tűrhető volt, mert az alapvető jellegén nem változtatott a sportágnak. Ami most történik, vagy amit jóvá hagyott a Nemzetközi Öttusa Szövetség bordja, vezető testülete, az egy olyan kardinális változtatás, amit a sportág alapjait módosítja. Tulajdonképpen a legszebb és a legérdekesebb számot, a legtöbb meglepetést tartogató számot, és egyébként a legtöbb tudást alkalmazkodást, vagy az egyik legtöbb tudást alkalmazkodást igénylő versenyszámot iktatják ki a sportákból. Hát nekem ez valóban azt jelenti, hogy meghalt az öttusa. Aha, csak ugye lehet erre a másik oldal ugye azt mondja, hogy itt igazságtalan is volt, az egyenlő feltételeket itt lehetett a legkevésbé biztosítani, és erre volt ugye ékes példa, amit most az olimpián láttunk, amikor a verseny legnagyobb esélyese kapott egy olyan lovat, aki semmit nem volt hajlandó csinálni, és innentől kezdve elment rajta az olimpiára. Hát ezek is azért érvek, nem? Nézd, persze, csak aki öttusázik, az pontosan tudja, hogy ez így működik, ez a sportág. Tehát ő tudja azt, hogy ezt vállalja, tudja azt, hogy van lósorsolás, és itt a lovakat sorsolják, és tudja azt, hogy egyébként ez a német versenyző alapvetően lovas hibát vétett, ezt mindenki állítja, hiszen a lovakat bemutatják egyébként a versenyek előtt, hogy csak az a ló marad a kalapban, aki mondjuk hibátlanul, vagy egy felverő hibával tud végigmenni a saját lovasával, és ugye itt a saját lovas és az a 20 perces melegítés, vagy megismerés közti különbség okozza azt, hogy bizony néha, hogyha nem tudsz alkalmazkodni a négylábúhoz, nem tudsz megfelelően hozzányúlni, akkor beleszaladsz ilyen pofonokba. Neked is volt hasonló tapasztalat, vagy erre külön kell készülni? Hogy működik a lovas rész? Mindenkinek, minden öttusázónak volt ilyen tapasztalata, ez egészen bizonyos. Nekem is, több is. És ilyenkor nyilván az ember el van keseredve, de tudja azt, hogy ez a játék része. Ez körülbelül olyan, mint a Forma 1-ben kapsz egy defektet. A Forma 1-ben feladja a motor. Mit tud csinálni a versenyző? Elfogadja, hiszen van egy olyan társ alatta, ami egyébként gép, ez meg egy négylábú állat, amelyikben bizony előfordulnak olyan meglepetések, amit nem tudsz kezelni. Tehát ilyen sportágak, vagy ilyen típusú kiszámíthatatlanságot tartalmazó sportágakkal azért együtt tud élni az ember és a sportoló. Mit lehetett volna ehelyett csinálni? Mert gondolom azzal te is egyetértesz, hogy valamit tenni kell az öttusa népszerűségének a növelésére. Ez az a sportág, amit a legkevesebben néznek, a fiatalokat a legkevésbé érdekli, hát ugye ezek a nyilván az érvek amellett is, hogy változtatni kellett, de hogyha maradna az ört eredeti része, hogyan lehetne vonzóbbá tenni? Mit gondolsz erről? Hát nézd, én ugye nekem három gyermekem van, és együtt nőttem föl a technikai változásokkal, az elektrikus játékok megjelenésével, ami hát most már idestóval lassan két évtizedes.
mondjuk ugye ebben a bizonyos cikkben, amit tegnap én közöltem, amit említettetek, és köszönöm szépen, én azt vizionáltam, hogy mondjuk Báró Kuberten olyan 120-130 évvel előzte meg marketing szakemberként a korát, hiszen egy olyan történetet kreált az öttusa mellé, amit effektív ő talált ki, ami mondjuk egy számítógép játékra, PlayStation-re, Xbox-ra, több levelre, tudásszintre leprogramozva egy kiváló játék lehetne nyugodtan modern Pentatona neve, amikor a hős ugye elindul, visz magával a hírvivő egy üzenetet, lóhátra pattan, keresztül vívja magát a csatamezőn, lelő egy-két ellenfelet, utána persze hát eltalálják a lovát, elveszíti a lovat, rohan tovább, átúszik egy folyón, és aztán futva célba viszi az üzenetet. Tehát van egy ilyen mitosz építve e köré. Én azt gondolom, hogy ezt a mitoszt kellett volna fönntartani leginkább, nem pedig lassan most már 1000-1500 változáson ment keresztül a sportág, pontszámítástól kezdve apróbb, kisebb nüanszokon, nagyobb, kardinálisabb kérdések keresztül az elmúlt 30 évben. Ez őrület. Tehát ilyet nem lehet csinálni egyetlen sportággal sem, mert amelyik sportág ennyit változik, változtat magán, és nem őrzi meg a tradícióit, nem ragaszkodik ahhoz, hogy úgy haladjon a korral, hogy egyébként a gyökereit megtartsa, az elveszíti az identitását. Az öttusával pontosan ez történt. És ezért mondom azt, hogy az az öttusa, ami 2024 után lesz, amiben nem lesz öttusa, az számomra már nem az az öttusa, vagy nem öttusa. És ebben, aminek akarták. Uh-huh. És ebben egyébként az Olimpiai Bizottság felelőssége is benne van, mert azért onnan érkezett folyamatosan nyomás az öttusa szövetség irányába, hogy ha nem teszitek vonzóbbá, akkor kikerül az olimpiai sportágak közül, vagy te mondjuk ezt is vállaltad volna, hogy jó, hát akkor, vagy azért nagyon-nagyon fontos, hogy olimpiai sportág maradjon, mert ugye a sportág ismertsége, népszerűsége szempontjából azért ez lényeges. Nyilván, és finanszírozási szempontból is lényeges, nem csak Magyarországon, hiszen vannak olyan nemzetek, mint Anglia, Németország, stb., ahol szintén az olimpiai sportágakat kicsit jobban támogatják, vagy sokkal jobban támogatják, mint a nem olimpiai sportágakat. Más kérdés, hogy van olyan nem olimpiai sportág, ami egyébként sokkal népszerűbb, mint bármelyik olimpiai sportág. Más nem mondjak, a labdarúgásban ugye U21-es játékosok vannak az olimpián 3 túlkorossal, tehát az mondjuk egy utánpótlás torna, és egyébként a futball, professzionális futballt, meg az egész föld nézi, az olimpián meg alig-alig. Igen. Ahhoz képest. Tehát ugye vannak itt ellentmondások ebben a dologban. Én egyébként abban látom a fő problémát, hogy a Nemzetközi Öttusa Szövetség vezetése, amelyet egy Klaus Schormann nevű német tesi tanár, pedagógus, aki maga soha nem volt öttusázó, vezet immár 28 éve. Inkább ilyen önfenntartó berendezkedésre építi az egész karrierjét, sportvezetői karrierjét és pályafutását. Ő a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól kapott igen-igen tetemes összeget, csak ebből él az öttusa, a szponzorai nincsenek, alig-alig vannak. Tehát abból, amit az olimpiák után 4 évre biztosít a NOB, abból él az öttusa a szövetség, ez talán most már több mint 10 millió dollár 4 évre, ha jól emlékszem. Lehet, hogy még nagyobb összeg is itt a pénzdíjak, vagyis a közvetítési jogok emelkedésével. Azt tulajdonképpen saját magára költi. Nem költ semmit reklámra, marketingre. El tudsz-e képzelni egy olyan sportágat a 21. században, ami nem költ marketingre, reklámra? Uh-huh. Ő arra költi a pénzt, hogy egyébként támogatásként és sportág fejlesztés címén afrikai országoknak és elmaradott országoknak, ahol soha nem volt és nem is lesz öttusa, azoknak ad különböző gyöngyöket és kavicsokat, ért mondjuk lézerpisztolyt és vívócipőt és vívósisakot felzárkóztatás címén. Ezzel egyébként szavazatot vásárol, semmi mást, és ezért van ő 28 éve kimozdíthatatlanul ott a Nemzetközi Öttusa Szövetség élén. Ehhez sajnos mi magyarok évek óta asszisztálunk. Nincsen komoly sportvezetője Magyarországnak a Nemzetközi Öttusa Szövetségben. Ahogy a többi ország sem tud, vagy a többi vezető öttusa nemzet sem tud nagyon hatást gyakorolni rá. Aha. Hát ez így nehéz.
Hát érdekes hát, betekintést kaptunk ebbe az egészben. Megmondom őszintén, hogy ilyen mélységeiben soha nem láttam át ezt a sportágat, de nyilván ez az egész ügy, ez komolyan felkavarta. Uh-huh. Oké. Okay. Hát mindenkinek kell, ajánljuk, hogy olvass el a cikkedet a 24.hu hasábjain. Kálnoki Kis Attila, a 24.hu sportrovat vezetője, világbajnok öttusázó beszélt nekünk arról, hogy ő mit gondol az öttusa, hát megcsonkításáról fogalmazhatunk így. Köszönjük szépen! Szép napot! Szia, szia! Szép napot! Viszont hallásra! Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. Na, most jöhetnek az üzenetek 0630 2010 909. Ha a bank, hogy is van, volt ez? Ha a bank híváskor bemondja a problémás kártya lejárati dátumát, már meg lehetne buktatni a kamu hívást. Nagyon nehéz, mert pont egy hallgatónk írt nekünk Messengeren, hogy ő össze-vissza rohangálás közben nagyon hektikus volt az élete, és például felhívták, és ott fogott gyanút, amikor a CVC kódot kérte az ügyintéző, de annyi minden mást kért előtte adatot, hogy nem is emlékezett rá, hogy megadta-e vagy nem. Tehát ugye... Hát ugye először, hogy be kell, hogy avonosítson. Tehát van sok ahhoz... adat, ami normál igen. esetben is kérnek, ugye, és hogyha pont valami olyan helyzetben odáig vagy... nehéz. Tehát ha ezt ügyesen csinálják, és elkezdik, hogy furcsa mozgást észleltünk a kártyáján. Megijedsz, ugye, igen. veszélyben érzed magad. De előbb be kéne azonosítanunk, igen. és akkor elkezdenek ilyeneket kérni. Hát nyilván, hogyha a kártyának utána az adatait, amivel te már tudsz fizetni, elkezdi kérni, az már, hogy már rögtön igen. necces. Ezt nagyon de nehéz... az első pillanatban azért nehéz. Ezt nagyon, másik, nehéz, hogy... nagyon nehéz megítélni, hogy milyen szituációban van. Alapvetően, amikor nyugalomban átgondolja az ember, nyugodt körülmények között, akkor azt mondja, hogy dehogy is, hát ilyen hülyességet nem csinálnék, nem adnék meg se netbank belépési kódokat, semmilyen bizalmas információt, semmilyen kártyainformációt, de hát ugye nem normál helyzetet próbálnak teremteni. És ha egy kereskedőnél vásárolsz, és telefonon kéri a kártyadat, akkor mit csinálsz? Semmit, nem adom meg. Na de hát, akkor figyelj, mondok egy egészen konkrét példát. De nem, semmilyen kártyadatot nem adok meg. Figyelj, Norvégia, uh-huh. egy kis fejletlen állam, ugye, mint tudjuk. Van egy vasúti bérleted, ellenben helyjegyet, tehát úgy, hogy nullás jegyed van, csak helyjegyet, mert van egy interrailed, vagy egy norvég utazási kártyád. Sokakat vennél, érintő probléma. Csak példaként mondom. Vennél hozzá, különben nem, tehát lehet, hogy nem lesz helyed. Értem. Megszüntették az összes pénztárt, igazából csak már 3 maradt, telefonon lehet ezt intézni, és valóban 5 eurós helyegyről van szó, de csak úgy tudod kifizetni, hogy bediktálod a kártyadataidat. Hát ez egy baromság. Hát de ez nem baromság, ez így van. Tehát, hát értem, de baromság. Na figyelj, nekem is óriási dilemma volt, hogy mit csinálják. Hát ez nem dilemma, ez egy baromság. De ott te tudod, hogy te hívtad őt, tudod, hogy egy megbízható kereskedőről van szó. Hát, de tudod, mert te hívtad. Hát dehogy is. Hát és mi vagy, ha én oda megyek, és az automatára kiragazgatok mindenféle telefonszámokat, és akkor azt hívja fel az a sok állampolgár, aki nekem fogja az összes kártyadatát megadni. Én meg ott ülök a telefonomnál vigyorogva, és írom be az összes CVC kódot az Alibaba rendeléseimre. Két lehetőséged van. Vagy azt mondod, hogy ja, ha ti így, akkor én ezt nem veszem meg, és akkor esetleg állsz az éjszakai vonaton egész Gábor, éve, mert nincsen egészen helyet. Biztosan másod is lehet nem, ezt intézni. Nem lehet. Jó, ez nagyon én érdekes. Csináltam volna másképp, hát én örültem volna legjobban, hogyha nem lehet, csak így, csak és kizárólag így lehetett, ez Norvégia, figyelj, tavaly előtti történet. Szerintem ennek, tehát én azt gondolom, hogy a kártyakibocsátók eleve nem járulnak ehhez hozzá, tehát ezt biztos, hogy valamilyen de. Más módon lehet. Tehát telefonon nem adhatod meg egy tök ismeretlen embernek, de. Akármilyen ügyintéző, onnantól kezdve bármit csinálhat a te kártyáddal. Nála van a CVC, ez rajtad, nálad van minden. Ez rajtad múl? Igen, tehát te megbízol-e annyira a norvég vasút ügyfélszolgálatában? Nehogy bízol meg, ne viccelj. Na, várja, ez miben más, mint odaadni a kártyádat valakinek, ugyanúgy látja rajta ezeket az adatokat? Igen, pontosan, éppen ezért nem kell odaadni a kártyát. Tehát azok a terminálok, amik odafordítják, te csúsztatod be a terminálba a kártyát, ha be kell. Ha egyéb... lehet, persze. Ne, nem, ne adjuk ha oda. Lehet, akkor ne adjuk oda a kártyát. Nagyon sok ilyen visszaélés történt egyébként, hogy be van kamerázva ugye a hely, például egy szórakozó hely, be van kamerázva a hely, azért ugye, hogy, az alkalmazottakat figyeljék, hogy nem lopják ki a kasszát, mondjuk ilyen szépen. Mindent látnak, hogyha az alkalmazott elveszi a kártyádat, és azt megfordítja,
és látja az aláírást is rajta, a CVC kódot is, ami rajta van. Ugye ezért mondta annak idején, még Homa Péter 3 évvel ezelőtt, talán vagy 4, hogy ő lekaparja a CVC kódot, hogy igen, ne lehessen látni, igen, de egyébként is jegyezze meg, de igen, tök jogos, amit ő mondott. Igen. Onnantól kezdve azt a videófelvételt visszajátszva látja a kártya adataidat, látja a nevet, a lejárati dátumot, a kártyaszámot és a CVC kódot. Én tudom. Nem adjuk oda a kártyát. Nyilván ez a legbiztonságosabb megoldás. De én csak azt mondtam, hogy még ma is vannak olyan helyzetek, és az internet előtti világban ez bevált volt. Tehát tényleg simán a telefonon pedig tálta a kártyadataidat. Azelőtt hogy éltünk? Hát, ugyanez volt, csak mondom, ezt, ez még próbáljuk ezt elkerülni, de van, amikor nem tudod kikerülni. De ki kell kerülni. Valami... Erre mondtam példát, Gábor, amikor nem tudtam kikerülni. Van egy rögtön, most nagyon hirtelen kérdezted, de tök jó megoldásom van. Neked is van népszerű applikációd, amivel tudsz virtuális kártyát készíteni 5 másodperc alatt. A virtuális kártyádnak az adatait olvasd be. A virtuális kártya az egy jó megoldás, írják a hallgatók. Na, igen, ez igen, de azt is írják, hogy Bandi, Angliában ebben a telefonos fizetés napi szintű megszokott dolog. Jó, hát akkor köszönöm szépen, viszontlátásra. Azon múlik, hogy te megbízol-e... Ez tiszta hülyeség. De én a norvég vasútban megbíztam annyira, hogy profén kezelik és nem nyúlják le adataimat, igen. De ez nem megbízás kérdés. De ez csak ennyi. Nem, Gábor, ez olyan kérdés, olyan biztonsági rést jelent ez, ez nem arról szól, hogy most megbízom-e vagy nem, ne viccelj. Ez nem bizalom kérdése, nem adhatsz ki ilyen adatot. Mi a különbség, hogy én bediktálom telefonon, ügyintéző kisasszony beüti a gépbe, és én kapok e-mailbe nem egy jegyet, mintha én akárkinél online fizetek, ugyanúgy, ha nem akarja, meg tudja nem nézni. Az online fizetésnél elindít, mindegy, ez hosszú, az online fizetésnél nem írkálod be a bankkártya adataidat a kereskedőnek a saját adatbázisába. Ott kijön egy interfész, ami egy banki fizetési megoldás, valamelyik bank által biztosított, akár a tök mindegy, nem mondok neveket, és oda írkálod be az adataidat, de ott nem történik olyan adatcsere, amiből bárki láthatja ezt. A kereskedő még mindig láthatja általában, akinél vásárolsz, az látja az adataidat. A CVC kódodat nem látja. Biztos vagyok benne. Na jó. Ide jutottunk. Vannak olyan megoldások, ahol, amik tényleg erre épülnek, hogy ne láthassa. Az egész mobil fizetés erre épül, hogy biztonságos legyen mindkét félnek, de hát amúgy meg anélkül nem feltétlen fogadja el. Tehát, na, jó. Ugorjunk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is!